Sziasztok! Rendszeresen szoktátok kérdezni, hogy spawn egg-gel hogyan lehet blokkokat lerakni. Én pedig úgy döntöttem, hogy csinálok róla végre egy videót, bár igazából a legtöbb egyparancsosban van ilyen, és igazából csak onnan kéne lelesni, de úgy döntöttem, hogy rendes vagyok és megkönnyítem a dolgotokat, hát igen, jó, nem kell megköszönni, szívesen teszem. Szóval ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan tudtok olyat csinálni, hogy egy tojással leraktok blokkokat, aztán nyilván ennek a mintájára bármilyen parancsot le lehet futtatni, nem csak side blokkot. Például ebben a példában van egy kis particle is, ezek a pokoli minionok. Szokás szerint előre adtam magamnak command blokkokat. Igen, most egy kisebb platformot raktam le, így egy nagyobbnak tűnök. Először elmondom a szerkezetnek az elvét. Tehát fogunk majd legyártani tojást, ami ugye azt tudja, hogy egy entitás lerak. Most ezt az entitást meg fogjuk jelölni valamivel, hát mondjuk egy taggel célszerű. Régebben a tag előtt ugye ezt névvel lehetett elérni, hogy adtunk neki valami saját nevet, de sokkal jobb a tag, mert ha csak saját nevet adunk neki, akkor a szelektorban mellé kell írni a típusát is, mert mi van, ha egy pont ugyanolyan nevű játékos játszik a pályán, vagy ahol ez a szerkezet meg van csinálva, és akkor hát bizony rajta is lefuttatná azokat a parancsokat. Viszont a tag az nem terem csak úgy magától, csak azon lesz tag, amire mi rárakjuk. Tehát, hogyha egy taget adunk neki, és arra írunk szelektort, nem kell hozzá semmi más tulajdonságot tesztelni, elég lesz csak a taget. Tehát megidézünk a tojás segítségével egy entitást, aminek saját tagje van, vagy tagjei, aztán ennek a tagnek köszönhetően lefuttatunk vele parancsokat, a végén pedig elpusztítjuk. Most ezek a parancsok, hát ha építményt szeretnénk, akkor ugye fill, meg set block lesz és hasonlók. De természetesen lehet ez akármi más, megidézhet helyett egy másik mobot, vagy csinálhat effektet, játszhat le hangot, tehát bármilyen parancs. Igazából csak így execute-okra van szükségünk. Én most csak egyféle tojást fogok csinálni. Nyilván amilyen parancsokat fog mutatni, csak abból fogsz többet legyártani, hogyha többféle tojást is szeretnék párhuzamosan. Szóval lesz egy execute, én mondjuk valami építményt rakok le, de mondjuk ne egy blokkosat, hanem egészen három blokkos lesz, három különböző blokk lesz benne mondjuk, úgyhogy ez így három execute. Nem, legyen mondjuk csak két blokk, a harmadik pedig egy effekt lesz. Nem, lényeg természetesen bármennyi lehet, a lényeg, hogy először az execute-ok és aztán az entitásnak az elpusztítása. Most ezt úgy célszerű, hogy leteleportáljuk, mármint hogy nagyon, nagyon alacsonyra teleportáljuk, ahhoz ugye magától is meghal. Ez azért jobb, mint a kill parancs, mert így nem lesz ott az animáció, ahogy meghal az állat, meg az a füst. Szóval egy TP parancs még a végére. Akkor kezdjük a tojással. Azért két kommandokat használok, mert mint hogy azt korábban is mutattam, ezt is célszerű úgy csinálni, hogy az első parancs az elveszi a tárgyat, a második pedig adja. Úgyhogy itt lesz egy ilyen, hogy clear, és mindenkitől a spawn egget, oké. Először elveszi, aztán pedig adja. Hogyan lehet megírni egy tojásnak a kódját? Ilyenkor szoktunk ugye e-mailt írni. Nem, ilyenkor keresünk generátort. Így need beírod, Minecraft spawn egg generátor. Igen, gyereknap van a Google-nél, gyereknapkor veszem föl, de mondjuk lehet, hogy még ma fölkerül, úgyhogy aktuális lesz. Szóval Minecraft spawn egg generátor, ja igen, boldog gyereknapot, ez az én gyereknapi videóm. És itt van mindjárt az első találat, nézzük, itt van középen a create a spawn egg, ez kell nekünk, alatta kiválasztjuk az entitást, szóval legyen valami ártatlan kis állat, mondjuk malac, az tökéletes lesz. Jó, hát igen, és akkor ugye van sokféle tulajdonsága egy malacnak, adhatunk neki nevet, mármint remélem ez a malac neve és nem a tojásnak a neve, gondolom. Legyen rajta glowing effect, no gravity, ezek már biztos, hogy a malachoz tartoznak. Stb. Igazából ami nekünk kell, ez a tags, ez a rész. Erről már sokszor beszéltem, ez tulajdonképpen egy címke. Az az előnye, hogy szelektorban lehet rá hivatkozni. És még én azt terveztem, hogy egy ilyen két blokkos embert fogunk majd lerakni, úgyhogy legyen ember. És igazából másra nagyon nincsen szükség. Ha kalandból szeretnétek ezt használni, hogy valahogy kaland pályán a játékosnak adtok tojást, és hogy azt lerakja valahova, akkor figyeljetek oda, hogy a CanPlaceOn tagbe legyen állítva, de majd mindjárt meg fogom mutatni. Még itt a Potion Effectnél lehetne értelme annak, hogyha láthatatlannak állítjuk be, de úgy rémlik, hogy egy pillanatra így is látszódik. Mindegy, nem vagyok benne biztos.
azért beállítom, viszont ami biztos, hogy ugye van ez a silent, hogy ne adjon ki hangot, viszont a megidézéskor mindenképpen kiad egy hangot. Tehát utána nem fog, de a lerakáskor fog sajnos, ezen a silent se segít. Hát ha valójában kijavították azóta, csak én nem tudok róla. Jó, és hát igazából ennyi, úgyhogy generate, és akkor megkapjuk a parancsot 1.12-re, és változott ami 1.12-höz képest? Hát nem látok különbséget, de hát föl van készülve az oldal, hogy lehet, hogy majd fog valami változni. Ezt kijelölöm, másolom Ctrl-C, aztán ide bele Ctrl-V, és akkor ha ezt most lefuttatom, akkor kapok egy tojást. Illetve hát, hogyha valamit módosítanék rá, és újra megnyomnám, hogy előbb elveszi, aztán újra adj, úgyhogy nem kell mindig kitörölgetnem a rossz tojást. Még azt lehetne szépíteni, hogy ne látszódjon ez az effekt, de szerintem olyan gyorsan fog eltűnni a malac, hogy egyébként se fog. De ha mégis szeretnénk ezt beállítani, akkor itt van ez a rész, hogy Active Effects, és ebben kell felsorolni az effekteket, és itt van az egyik effekt, így ez a rész, amit most kijelöltem. Van ennek egy azonosítója, hogy meddig tartson, milyen erősségű legyen, és ehhez kéne hozzáírni az, hogy Show Particles, így. És akkor azt írom, hogy nulla vagy false, mondjuk írok nullát. Lefuttattam, és most lerakom malacot, akkor úgy nem füstölök. Hopp, de füstölök, akkor inkább írok false-t. Szóval eddig megvagyunk, megidézünk egy láthatatlan malacot, amin van egy ember tag. Most ezzel a malacot lefuttatunk parancsokat, aztán pedig végzünk vele. Execute parancs kell hozzá, ez az a parancs, aminek segítségével egy entitással le lehet futtatni valamilyen parancsot. A selector az úgy néz, hogy kukac-e, milyen entitás, és akkor idejön az, hogy aminek a tagje az, hogy ember. Azután, hogy hol futtassa le három hullámvonal, hogy ahol épp áll, és aztán egy sima set block parancs. Ezt is szintén ahova áll, mondjuk egy ilyen egy gyapjút. Előre megírom a TP parancsot, ide ugye ugyanaz a selector kell, nyilván, és azt írom, hogy minusz 10. Ugye 0 alatt kezdenek sérülni a mobok, de igazából az lényeg, hogy a pályán kívül legyen. Még utána írok egy kill parancsot is, mert ahogy videón kívül próbálgattam sajnos, és ez nem volt neki elég. Úgyhogy utána még parancsból is megöljük, a lényeg, hogy ne ott legyen ugye az effekt, az a meghalós effekt. Ja igen, ami még nagyon fontos ugye, hogy ez always active-en legyen. És akkor most, hogyha megidézek egy malacot, hát akkor ott lesz egy gyapjú. Na most, hogy ezt kalandmódba is le lehessen egy blokkra rakni, illetve megadott blokkra rakni, ahhoz az kell, hogy itt van a tárnak a tulajdonsága, jól kezdődik ez a kapcsolás zárójel. Aztán van ez az entity tag rész, itt. Ebbe az entity tagbe kerülnek a malasznak a tulajdonságai. Most nekem még a tojásnak a tulajdonságaihoz kell ez a CanPlaceOn, tehát ez így ide fog kerülni a entity tag mellé. Lehet utána is, meg lehet elé is lényegtelen. A lényeg, hogy ugye egy szinten van ez a kettő tulajdonság. Hogyha nem tudjátok, hogy van a GIF generátor, ugye segít, be lehet onnan másolni a kódot. Illetve látjátok, hogy ha GIF generátorral megcsináltok egy tojást, utána írtok rá egy ilyen entity tag-et, és abba kell belemásolni a malasznak a tulajdonságét, azt meg ugye egy summon generátorba tudod kiszedni. Na szóval én most ide írom, hogy az, hogy endstone, és endstone-on állok. Így, ezt most lefuttatom, és akkor ott is van olyat, hogy endstone-ra lehet lerakni. Na, de ennél több parancsot akartam. A következő az legyen mondjuk egy fej. Na most, ha a sima Steve fejet rakok le, akkor tuti meg fogjátok utána kérdezni, hogy de hogyan lehet akármilyen fejet, úgyhogy keressünk valamilyen fejet. Beírtam, hogy Minecraft Player Hats, és akkor a fresh kódos az úgy emlékszem, hogy már nem nagyon él, viszont van egy ilyen, hogy Minecraft Hats. Ahogy itt oldalt látok ilyen miniont, de természetesen az oldalnak van keresője is, itt oldalt be lehet írni valamit, tehát akit érdekel, az nyilván szétnéz. Nekem most elég lesz ez a minion. És akkor, ó de jó, meg is írnak a set blokkot, te király! Na akkor még csak azt se kell megmutatnom, hogy hogyan tudjátok a GIF kódot átalakítani. De egyébként, ha mégis ilyesmi lenne szükség, hogy a GIF kódot átalakítani set blokkra, látogassatok el erre az oldalra, és nézzétek meg ezt a két kódot, hasonlítsátok össze, hogy hová kell bemásolni a megfelelő részt. És ezt a setblockot most másolom, vissza ide beillesztem. Igen, nem, de még az elejére jön,
az execute. Na most, ha én ezt leokézom, akkor itt ezt a command blockot le fogja cserélni, mert ez egy éles kód. Illetve egyel fölé rakja. Ott van egy. Akkor jó, maradhat így, nem fogja lecserélni. Hát jó, folyamatosan pakolja a fejet, ajjaj. Rakok ide egy X-et, és akkor így már nem értelmes parancs. Na, szóval nekem kell az execute. Na, ezen része, ezt is másolom. Ide elé beillesztem. Így. Jó. Tehát, hogyha most lerakok a malacsal, tehát most lerakok egy malacot, akkor minimum feje lesz. Mondjuk legyen sárga a gyapjú, az pedig a 4-es. Akkor ide rakok egy 4-est a wool után. És most egy minimumot rakok le. Természetesen azt nem figyeli, hogy milyen irányban nézek én vagy a malac. Hát az már nyilván összetette parancsok lennének. Na most elvileg ez a rot tag az, ami megmondja, hogy melyik irányban néz, de nem vagyok teljesen biztos benne, mindegy, most kipróbáljuk, egyre írom. Jaj, most egy kicsit arrébb néz, igen. Szóval ezzel a rot taggel kéne játszani, de úgy, hogy ugye teszelje azt, hogy én milyen irányban nézek, és akkor attól függ, hogy hány irányt szeretnék hozzáadni, azok ugye külön parancsok. Amikor egyessel idézem meg, amikor kettessel, amikor hármassal, és így tovább. Jó, és akkor még akartam valami effektet, az is ugyanígy kezdődik, hát meg így a particle lesz. Na most ezt én sose tudom fejből, mindig a chatre írom először, úgyhogy most így fogok csinálni. Nem is tudom melyik legyen, nem döntöttem előre, mondjuk a flame. Most ezt így megnyomom, hogy lássam a szintaktikát, az van, hogy először kell egy neve, aztán, hogy hol legyen. Mondjuk ott, ahol malac van és egyel följebb, tehát ez a minimum feje lesz, ott legyen. Utána ez a XD, YD, ZD, ez a mérete az effektnek. Ezeket nullára írom, tehát hogy abban a pontban legyen. A sebessége az egy normális sebességgel, és akkor hány darab effekt, mondjuk 5. Csak most így ebben nem láttam semmit, külső nézetben. Csű, szétrepülnek. Jó, akkor sebességet nullára állítom, és akkor hát így égni fog a feje, hát most ezt rögtönöztem. Égni. És most ha lerakok egy minionot, akkor hát nem látszik, hogy ég a feje. Akkor ne nulla legyen, hanem kicsit több, nagyobb területen terüljenek el az effektek. Most. Hopp, ott látszott egy kicsi, de ez kevés lesz. Akkor írok többet, ne csak 5 legyen, hanem 15. Jó, a sebességét meg följebb veszem, hogy kimozogjanak a blokkból az effektek, így. Így most látványosabb. Ez olyan, mintha ilyen pokoli minionokat idéznék meg. Igen, sajnos a malac az röfögt, ugye hiába van silent ráállítva, mondtam. Nem sokat lehet vele kezdeni. Ha resource packből kitörlitek a malacnak a hangjait, akkor nem fog röfögni. Ennyit tudtok csinálni. Illetve nem azt mondom, hogy kitörlitek, hanem hogy egy ilyen néma hangsávot csináltok. Na, szóval ez volt a pokoli minion idézés, a parancsok ott vannak a leírásban. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, használjátok a hozzászólásokat, meg nézzétek meg előtte, hogy más kérdezte, már is kapott-e választ. Ha nem ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor pedig e-mail vagy Facebook, elérhetőségek a névjegyben. A kézikönyv óvjon.